Az elmúlt időszakban egyre nagyobb teret nyert a szabadidős sportban a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok használata. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ebben az évben is tovább folytatja a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark programját, melynek célja, hogy olyan létesítményeket hozzon létre, mely mindenki számára ingyen elérhető legyen egy adott településen. A magyar kormány az 1316/2016-os kormány rendeletében döntött arról, hogy szabadidős sport programot indít. Ennek a programnak a lényege az, hogy olyan sportparkok jöjjenek létre az ország lehetőleg minél több településén, amely minden korosztály számára lehetőséget ad aktív testmozgásra, a mozgásgazdag életmód folytatására. Ezek a sportparkok, ezek akadálymentesítettek és teljesen szabadon látogathatók. A programot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium indította el, 2016-ban került kiírásra a támogatási lehetőség. A városunk önkormányzata támogatási igény nyújtott be erre a sportparkra. Azt kell még tudni erről a sportparkról, hogy maga a támogatás az nem pénzbeni támogatás, hanem a pályázó is nyertes önkormányzatok megkapják egyben magukat az eszközöket, amelyeknek a felépítését, illetve a sportpark kialakítását a program végzi. Kovács Krisztina, a Kulturális és Sportbizottság elnöke televíziónknak elmondta, a lakosság körében egyre népszerűbb a sport. A mindennapi időkorlátok között kell időt szánniuk az embereknek a sportra, amikor csak is saját magukra, egészségükre tudnak minőségi időt fordítani. Azért fontos, mert itt a saját súlyával dolgozik az ember. A mai világ arról szól, hogy hajt és időkorlátok közé vagyunk szorítva, és muszáj megtalálni azokat az órákat, perceket, amikor le lehet lazítani, és a testtel is lehet foglalkozni, mert nem véletlen mondja a bölcselet, hogy épp testbe, épp lélek. Tehát ahol nincs rendben a test, az a lélek és a mentális képességek is úgy gondolom, hogy csorbát szenvednek. Nálunk nem volt ilyen lehetőség, pedig igény lenne most már rá. Hál' Istennek a fiatalok, de nem csak a fiatalok, a lakosság körében is egyre népszerűbb a mindennapos sport, vagy legalább hetente háromszor sport, és aki futni szeret, nyilván most már jó helyzetben van a szigetben. Aki kerékpározni szeret, annak is lehetősége van már most normális körülmények között, viszont azok, akik saját súlyjal szeretnének edzeni, azoknak nincs olyan lehetőség, ezzel talán most nyílik. Elnök asszony többek között azt is elmondta, természetesen örülnek a kezdeményezésnek, bár kérelmüket két sportlétesítmény igénylésére nyújtották be, de sajnos csak egyet hagyott jóvá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Örültünk a kezdeményezésnek, annak nem örültem, hogy mi kettőt pályáztunk, vagy kettőre tartottunk igényt, és igazán nem pénzt kap, vagy lehetett pályázni, hanem maga parkokat, vagy milyen felszereltség, milyen nagyság területre, és mikor értesítettek minket, hogy nyertünk, egy pályázat, vagy egy parkra nyertük, és azért is döntöttünk úgy, hogy a sportcsarnok mellett legyen, mert oda nagyon sok csapat, egyéni sportoló jár, és nyilván, hogy akár az edzőprogram része lehet a kondipark használata, de nagyon sok egyéni sportoló is akár a futó közül oda megy, vagy bemelegítéshez, vagy pedig a végén a nyújtáshoz használja, és nagyon sok fiatal pedig kimondottan erre specializálta magát, hogy olyan edzős vagy mozgássort alakítson ki, amivel a saját súlyával tudná harmonikusan fejleszteni a testét. Én remélem, hogy ez a park már most belátható idő belül átadásra is fog kerülni, és olyan célközönség fogja ezt használni, amely vigyáz rá, és talán nem hagyja, hogy azok a vandálok, akik csak azért mennek oda, hogy zúzzanak, törjenek, egyébként is kamerarendszerrel ellátott a csarnok, de hagyjuk meg azoknak, akiknek igényük van, és a saját testükkel, a saját lelkükkel foglalkozva edzeni akarnak ott. Én bízom benne, hogy sok emberkével találkozunk majd ott, és ez a park növelni fogja a lehetőségét a szabadidősportnak. A program keretében megvalósítható kültéri sportparkokat négy kategóriában határozta meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Városunk a D-típusú, azaz a 150 négyzetméteres alapterületű létesítményre nyújtotta be igényét.
A kérelem sikerességéről Püspökladányváros önkormányzata ez év március elején értesült. Önkormányzatunk a 82/216-os önkormányzati rendeltében kinyilatkoztatta azt, hogy kíván élni ezzel a lehetőséggel, és benyújtotta a támogatási igényt, amelyről 2018 március elején értesültünk, hogy lehetőségünk van egy darab úgynevezett D-típusú park elkészítésére. Az előzetes tárgyalások alapján 4 helyszín volt megjelölve ennek a parknak a kialakítás, ezeknek a parknak a kialakítására, és ebből a 4 helyszínből, mivel a támogatási lehetőség az egyről szólt, ezért az önkormányzat kiválasztotta azt, amelyiken végül is ez megépülhetett. Ez a sportcsarnok melletti zöld terület. Tulajdonképpen itt koncentrálva vannak a különböző sportlétesítmények, és ebbe tagozódik be ez a Kondi Park. D-típusú, ez azt jelenti, hogy különböző kategóriák voltak, mi azért választottuk ezt, mert ez tartalmaz a legtöbb sporteszközt. Ebben a típusban egy 150 négyzetméteres sportolási felület kialakítása van benne, amelyen egy gúnyborítás és minimum 15 eszköz elhelyezésére van szükség. Ezek az eszközök tulajdonképpen a helyben történő sportolás elősegítésére alkalmasak, tehát húzózkodásra, tolózkodásra, fekvőtámasz végzésére, különböző ilyen erőléti mozgásoknak a végzésére alkalmas eszközök, és ami nagyon fontos az, hogy ez bárki számára szabadon használható, szabadon látogatható lesz. A Nemzeti Sporteszközök szakemberei a napokban be is fejezték a munkálatokat, tehát városunkban is elkészült a szabadidős sportpark, amely 150 négyzetméteren 15 sporteszközzel várja a sportolni, edzeni vágyó embereket.